Bonyolult dolgok. Társadalomtudományi, közéleti, politikai reflexiók Bálint Judittal és Korpás Krisztinával. Jó estét kívánunk, ez itt a Bonyolult dolgok, a mikrofonnál Bálint Judit és Korpás Krisztina. A mai az idei év utolsó adása, vendégünk Tamás Gáspár Miklós filozófus, akiről lehet tudni, hogy elég kiábrándultan figyeli a világ és Magyarország eseményeit. Legutóbbi a Mércén szombaton megjelent elemzésében az elmúlt 20 évről ír, amit úgy fejez be, hogy elveszett évtizedek, hiába való munka, fölösleges kínlódás, nem maradt belőle semmi. Ennek ellenére folyamatosan felemeli a hangját. Idén már egy esszé. De nem. Azért... Nem. Tényleg nem? Nem. Évek óta nem. És amikor megjelenik valahol, és elmondja a véleményét, mert én igazából erre is utaltam, hogy... Az előfordul ritkán. Mindegy, engem igazából tényleg az érdekelt, hogy az, hogy mégis ír, meg mégis megjelent egy ilyen cikkemben az elmúlt 20 évről ír. Az egy közlési vágy, vagy azért még titkon van valami reménye abban, hogy ezek eljutnak valakihez, és van valami változásra okot adó remény? Nem. Ez igazságvágy, nem közlési vágy. Az igazságvágy. És az igazság vagy segít, vagy nem, azt én nem tudhatom. Azt rá kell bíznom az olvasóimra. Hát az igazság segít, vagy nem. Hát föltéve persze, hogy ez az igazság. Igen, de pont ez az év, ez valahogy engem pont abban ábrándított ki, hogy mintha nem segítene. Tehát régebben én mindig azt gondoltam, hogy például, hogyha a második világháború alatt már ezek az eszközök megvannak, ami az internet, meg a telefon, meg ez a rengeteg közlési lehetőség, akkor akár nem is történnek meg ilyen borzalmak, de amik nem. Na, sokkal, hát ez az, sokkal nagyobb rombolás lett volna, mint itt. Én erre most döbbentem rá, hogy hiába szembesíti az ember a többieket azzal, hogy itt van egy borzalom, a legtöbben elutasítják. Ez egy alaptermészetünk, vagy? Ez értem, miért mondja, de ez egy kicsit talán egyszerűsítés. Tekintettel arra, hogy azok az emberek, akik különféle babonákban hisznek, hogy egyszerűen fogalmazza, és ilyenek egyre többen vannak. A fölvilágosodástól máig terjedő világkorszak, amelyben a rációnak, meg a tudománynak volt valamiféle rangja, ez véget ért, és olyan babonák uralkodnak, mint a Krisztus utáni 7.-8. században. És ez nem azért van, mivel az érvényes filozófiai elméletek és empirikus adatok és tudományos elméletek és matematikai eszközök ne állnának rendelkezésre, hanem azért, mert elveszett a tekintélyük. Elveszett magának az ilyen értelemben vett igazságnak a tekintélye. De miért? Tehát hova tud eltűnni egy olyan tekintély, ami nagyon-nagyon sokáig ilyen alaptézisnek számít. Na de hát de azt megelőzte egy még hosszabb korszak egy másik tekintélyfajtával, aminek szintén nyoma nincsen, és amely eltűnt a 17. században jelesül az egyháznak és a monarchiának a tekintélye. De ezzel valamiért azt gondolná az ember, hogy a tudománynak azért hisznek az emberek, mert hogy az eredményei kézzelfoghatók, és szemmel láthatók. De ugyanezt gondolták az emberek az egyházról is, hogy csodát tesz, az is eredményes. Ha hisz benne az ember, az eredmény. Na már most, ugye ennek vannak azért lehet tudni, hogy ezek a dolgok miért vannak. Tekintettel arra, hogy az igazságba, mint tekintélybe való hit, hiszen nem tudjuk ellenőrizni, én nem tudok egy matematikai elméletet ellenőrizni, hogyha ebben ennek valamiféle tekintélyt tulajdonítunk, ennek a tekintélynek vannak alapjai, amelyek maguk nem tudományosak, hanem morálisak. Egy olyan elképzelést tartalmaznak az emberről, mint racionális lényről, igazságkereső lényről, olyan önálló lényről, amely isteni segítség nélkül és csodák segítsége nélkül is megvan, független, önálló, gondolkodó, kétkedő, stb. Lény. Na most az ebbe való bizalom tört meg. Ugye, az emberek szeretnék, hogyha ennek a tekintélynek is volna, mindjárt elmagyarázom, amit mondani fogok, transzcendens szankciója. Tehát, ha nem is földön túli, de az adotton túli legitimitása. Most két olyan nagy újkori jelenség volt, amely az embereket arra késztette, hogy
letegyenek az önzésről és az önző szkepszisről, és higgyenek valamiben. Egyik a szocializmus volt, a másik a nacionalizmus. És ezek halottak. Az emberek azt képzelik, hogy még van nacionalizmus, az azt hiszem, hogy évtizedek óta halott. A rasszizmus az nem nacionalizmus. És nacionalista Tisza István volt, nem Hitler. És ez két különböző dolog. Úgyhogy egyszer nem állnak rendelkezésre hitépítmények, különösen megalapozott hitépítmények, és akkor bekövetkezett nem először a történelemben. Ugyanezt történt a Római Birodalom bukásakor. Egy teljes visszasüllyedés a mágikus gondolkodásba, a információk elvetése, a műveletlenség példanélküli kibontakozása. Egyszer néhány fiatal barátommal sétálgattunk az 5. kerületben, és véletlenül olyan játékosan mondtam, a Szemere utca az kiről van elnevezve? Mondom, Szemere Bertalan? Semmi. A Szalai utca kiről van elnevezve? Mondom, Szalai Lászlóról, tudjátok, azok? Semmi. És így a Falk Miksa ki volt? Na most ugye ezek a modern magyar történelemnek, hát ez nem volt olyan régen, magyar modern történelemnek fontos alakjai, szellemi és politikai alakjai, akik teljes mértékben feledésbe merültek. Na most én tudom, ez részben egy különleges eset, mert Magyarország mindig egy különleges eset. Mondjuk ez nem fordulhatna elő se Németországba, se Szerbiába. Az, hogy Romániában valaki egy 19. századi jelentős gondolkodónak is írva ne tudja a nevét, az nem lehetséges, mert az ottani iskolából kidobják az embert, ha ilyeneket nem tud. Itt pedig tovább akarják csökkenteni a tananyagot. Túl sok a lexikális tudás. Beszéltek ezek emberrel valamikor az utóbbi időben? Na, mindegy. Túl sok a lexikális tudás, amit megpróbálnak benyomni a fejekbe. Nem értem. Miközben... Nem értem. Miért kell benyomni a fejekbe? Hát, miért kell benyomni a fejekbe? Én Romániába jártam iskolába, ott nem is tanultunk magyar történelmet. Egyáltalán. Honnan tudom? Semmit, levettem a könyveket a polcról, meg az antikváriumból. Én magam fölfedeztem. Hát azért ez nem lehetetlen dolgok, hogy ez. Nem, de az érdeklődést, ezt meg kellett tudni. Ez érdeklődés. Ez kötelesség. Na, de nem mindenki. Mi az, hogy valaki nem ismeri a magyar reformkort, az nem magyar ember. Kész. Hát ez nem olyan komplikált. Hát kevesen maradnának. Igen, én is ezen gondolkoztam. Ez is a tézisem, hogy kevesen maradtak. És kevesen maradtak svájciak, és hollandok, és horvátok, és mindenki. Úgyhogy ez csak egy példa, ez csak a történelmi tudás. De van egy csomó minden egyéb is természetesen. De gondoljunk bele abba, hogy 2000 éve azért mégis elég meghatározó a kereszténység Európában. És hát kiderül minduntalan, hogy a kereszténység legegyszerűbb alapelvei nem ismertek. Egyszerűen nem ismertek. Most nem azokról beszélek, akik meghamisítják ilyen vagy olyan okból, vagy céllal a kereszténység tanításait, és olyan régi, mint az ország útja, hát ez mindig volt. Nem erről beszélek, hanem naív, derék emberek, akik azt képzelik például, hogy a kereszténység az az egyenlőségnek, meg a családnak, meg az édes kis jóságnak a vallása. A szeretetnek, igen. Gondoljunk bele, hogy ugye Jézus eszménye az nem a család volt, hanem a szüzesség. Őnek az a véleménye, hogy semmiféle szexuális kapcsolat nem kell. Azért nem volt előítélete, hogy ilyen kapcsolat vagy olyan kapcsolat. Neki mindegy volt, mindegyiket rossznak tartotta. Házasságon belül, kívül, teljesen mindegy. És mert hogy nem magunkkal kell foglalkozni, hanem Istennel. Vallás. Természet fölötti dolgokra vonatkozik. Nem arra, hogy kell élniük egyébként nem hívő embereknek. Nem arra. És az, hogy egyenlőség, azt jelenti a keresztény vallásban, hogy a földi hierarchiák érvénytelenek. Nem azért, mint hogyha ő be akart volna vezetni minimálbért, vagy mit tudom, micsodát, ugye. És nem, hanem hogy az emberek nem megérdemelten gazdagok és szegények, ez az egész hatalmasok és hatalom nélküliek, hanem az egész földi társadalom úgy, ahogy van, rossz. És egyetlen remény van, hogy vége lesz az utolsó ítéletkor, amire számítottak még a saját életük folyamán, ugye az ős keresztjének. Most ez vallás. Ugye? Tehát nem a mostani életre, hanem a túlvilágra vonatkozik elsősorban.
És szeretni pedig, hát elsősorban ugye a isteni atyát kell szeretni. Meg hát közben persze egymást is. Nyilvánvaló ebben, hogy együtt megváltatunk. És hát abba hagyjuk ezt az egész érzéki életet. Most hát az egész édes kis Jézuska, karácsony, egyenlőség, családiasság, kímélet, szeressük a bevándorlókat, a különféle bal és jobboldali szentimentalizmusok ezzel kapcsolatban, ezek hát kedves dolgok a maguk nemében, de hát mi közük van a valláshoz? Semmi. Na most gondolják el, hogy ez ugye a legfundamentálisabb tudása kéne, hogy legyen az európai társadalomnak. Nyoma nincsen. Na most, tehát nem lehet csodálkozni, ide akarok eljutni, nem lehet csodálkozni, és hát miért nem érdekli az embereket? Ez például nincs tekintélye, mert ki hisz a természet fölöttiben? Senki. De pont ezt akarom, hogy ezek szerint akkor itt maradtunk mindenféle hit nélkül se. Egyrészt a tudomány van, de nincs a tudomány, és nincs a vallás olyan meghatározólag, ami tudna vezetni. Igen, nincsen tekintélyük, igen, kétségkívül. És akkor mi maradt? Semmi. Na de akkor itt állunk, és egymásnak hiszünk, és mindenki annak nem, hisz, aki... Nem, láthatólag nem hiszünk egymásnak ráadásul, hanem külön-külön babonákban hiszünk, vagy hisznek, és gyűlölik egymást, mert az egyiknek ez a babonája, a másiknek az a babonája. Tehát ilyen kis buborékok. Ezek nem buborékok. Ezek százmilliós, ezermilliós buborékok, az nem buborékok. És az, hogy mit tudom én, a védőoltás az halálos, és mérgező, és kártékony, abban százmilliók hisznek. Az nem buborék. És ez csak egy példa, egy jellegzetes példa, de példa. És hát, hogy mondjam csak, ugye a 17. században fogalmazták, hogy mi a minimum annak, hogy valaki keresztény. Miben kell hinnie? Ugye a gondviselésben, tehát abban, hogy az ember teljes életét Isten irányítja és igazgatja. A kinyilatkoztatásban, tehát abban, hogy a Szentírás és az apostol iratok azok szó szerint módosítás nélkül igazak. Hisz a csodákban, továbbá hisz a halál utáni jutalomban és büntetésben. És megnézték a vallás statisztikusok, hogy hány ember hisz ezekben a megkeresztelt és misére vagy istentiszteletre járó keresztjének közül. Hát ilyen 6-7%. Úgyhogy mondom, ez ennek vége, ez be van fejezve az egész történet. És hasonlóképpen az összes többi. Úgyhogy hát ugye természetesen mondom, hát ugye a másik, ugye a szocializmus volt, amely adott, most nem a kelet-európai létezőszocializmus gondolok, amelynek végül is szegény ember jóléti társadalma nevet lehetne adni, igazán nem volt semmi különösebben specifikus benne, a kellemetlen diktatórikus vonásoktól eltekintve, de ebben volt haszna, kétségkívül nőtt a civilizációs. Ez meg az, életszínvonal, stb. De mondjuk a szocialista elmélet, a szocialista hit, ha tetszik, az kétségkívül elfelé terelte az embereket az önzéstől. Ott arról volt szó, hogy másnak is legyen jó. Hát ez lenne egyébként szerintem alapvetően így a cél, vagy legalábbis ez lenne egy jót a társadalmaknak, meg én azon gondolkodtam, hogy az emberek, legalábbis akiket én ismerek, ugye alapvetően jók, de... Ennek nincs jelentőség. De hogyha ember önmagától jó, akkor a társadalom miért nem tud jó lenni, vagy miért nem tud úgy működni, hogy abban mindenki jó legyen. Mert hogy tényleg én hogyha végig gondolom az ismerőtségi körömet, én nem tudok benne gonosz embert mondani, egyet sem, és úgy általában én azt gondolom, hogy mindenki, a legalábbis a többség szeretné azt, hogy neki is jó legyen, meg a körülötte élőknek is, és igen. Ennek ellenére azt látjuk, hogy egybe, hogyha tesszük azt a sokat. Az én legtöbb ismerősöm is kedves és jóságos. És mégsem működünk együtt valahogy. Hát ennek mi köze az egészhez? Hát semmi. Ugye azt mondja Rousseau, az elméletének az a lényege, mégiscsak ő volt a modern gondolkodó, ugye a hibájól együtt, ugye azt mondta, hogy kell megítélnünk egy politikai berendezkedést? Úgy, hogy milyen embertípust produkál. Milyen embert? Látjuk az antikvitást, amely bátor, önálló, hazafias, önfeláldozó, kemény embereket produkált, és látjuk a mai társadalmat, amelyben az önzés, meg a züllés, meg az elpuhultság, nem tudom micsoda, dominál,
mondta ő annak idején, és hát ebben, mondom, a példáival lehet egyetérteni, mert ő is sok évszázadosak már, vagy sem, de alapvetően szerintem igaza van. Tehát az, hogy az ön ismerősei, meg az én ismerősei, meg a maga ismerősei derék emberek, meg kedves emberek, szociális típusként valóban kiemelkednek az átlagból, mást csinálnak azért, mint a legtöbben, vagy tudnának mást csinálni, módjukban állana mást csinálni. Nem nagyon. Nem nagyon. Kivéve az, hogy enyhíteni a kint, mit tudom, a munkahelyükön rendesen viselkedni, nem karrieristának lenni, nem modortalannak lenni. Ezek semmiségek. Na de hát, hogyha ezek ember semmiségek. Típust keresünk, akkor az, hogy az ember önmagától jó. Nem keresünk típust. De akkor próbáljuk ezt ugye, igen, megkeresni, azt, hogy mi az az ember típus, amit az a társadalom kitermel, akkor ez így önmagában ez egy kevés, hogy valaki mondjuk alapvetően rendes, tisztességes ember. Igen. De mi ennek kellene biztosan lenni? Hát azért, mert az egyéni elhatározások, az egyéni motivációk, indítékok, azok nem határozzák meg a társadalmi cselekvést. Ezt hívják elidegenlésnek. Mi az, ami meghatározza a társadalmi cselekvést? Azt a általános szabályok. És ezeket kinek kéne meghozni? Hogy kéne meghozni, meg vannak hozva. Maguktól vannak, a társadalom hozza őket létre. Igen, hogyne. Hát például az, hogy mindenkinek dolgoznia kell a megélhetésért, ez egyébként egy tökes hazugság, de mindegy, de ez egy alapelv. Ebből csomó minden következik. Egy olyan fajta moralitás, hogy igyekezni kell, versenyezni kell a több pénzért, mindent bele, stb. Na most tudja, hogy ez milyen újdonság a civilizáció történetében? Amennyire vissza tudunk tekinteni a múltba, senki nem tekintette jónak a munkát. Soha. És nem tekintette jónak a munkát az ókor. Aténban az az ember, akinek meg kell dolgozni a megélhetésért, elvesztette a szavazati jogát, az nem szabad ember. Ha valaki másnak dolgozik, nem szabad ember. Kész. Ha nem a saját céljai érdekében tölti el a napjait, akkor nem szabad ember, tehát nem szavazhat. És hát ugyanígy ugye a legmagasabb tekintély a középkorban kinek volt? A kontemplatív szerzetes rendeknek, ugye, amelyek nem dolgoztak, hanem imádkoztak, és amelyek ugye szüzességet fogadtak, szegénységet fogadtak, engedelmességet fogadtak. Tehát mindent megfogadtak, amit a mai társadalom őrültségnek és szörnyűségnek tart. Ez hosszabban tartott, mint a mai társadalmunk, sokkal hosszabban, évezredekig tartott. És mindenki tudta azt, hogy a munka az pokol. És mégis ment előre a világ? Azt nem mondanám. Hát azért nem ment, az emberek éltek. Az, hogy a világnak előre kell mennie, az szintén egy vadonatúj gondolat. És sose jutott a régiek eszébe. Egy módja van annak, hogy a világban élő emberek számára a emelkedés bekövetkezik, ez az eltávolodás a világtól. Sokat beszélgetünk mi arról, hogy egyre több olyan embert ismerünk, akinek teljesen elege van abból, ami történik körülötte, és hogy szíve szerint elmenne és úgy csinálni, mint hogyha ez nem is lenne, tehát kivonulna így a társadalomból, keresne magának valami olyan elfoglaltságot, igen, lehetőség szerint vidéken, amiben nincsen függési helyzetben, tehát mondjuk a saját maga ura. Jó, és persze, ez egy illúzió, ilyen, igen, romantikus elképzelés nyilván, de nagyon sokakban meg. Ez romantikus, ez nem jelenti azt, hogy illuzórikus, de ez illuzórikus. Hát de hogy igen, de hogy és nagyon sokakban megfogalmazódik ez, és ezen gondolkoztunk, hogy ugye az, hogy az egész életünkben arra vagyunk kényszerítve, hogy valami mellé odaálljunk, hogy döntsük el, hogy mi mondjuk, nem tudom én, baloldaliak vagyunk, vagy jobboldaliak. Ez erről szó nincsen. Hát, nem mondjam már. Miért volnánk erre rákényszerítve? Én soha semmiféle nyomát nem láttam egész eddig életemben. De akkor ön szerintem szerencsés, de hogy valahogy mindig így előjön az, hogy foglaljunk állást valami mellett. Ez tudja mióta van? Ez a legutóbbi 4-5 évben alakult ki. Ez történelmileg ez teljesen érdektelen, ez jelentéktelen. Van egy, tényleg én is olvasom folyton, hogy kényszerítve vagyunk. Mire? Hát ezek az ideológiák, amelyek megfogalmazódnak az egyik oldalon és a másik oldalon, ezek teljesen eklektikusak össze-vissza. Nem hisznek semmiben, vagy legalábbis mindenféle dologban, ami nem fér össze egymással. Hát abban, hogy a másik miért rossz. Még abban tehát sem értenek egyet.
Még abban sem értenek egyet. Én olvasom a politikai sajtót, és elolvasom, hogy milyen kifogások merülnek föl Orbán Viktor rendszere ellen, és a kifogások ellent mondanak egymást. De pont tényleg szembe jött az, mert most, bocsánat, csak beszeretném azt fejezni, amit elkezdtem, hogy, hogyha valaki most például nem emeli fel a szavát Orbán rendszere ellen, akkor az támogatja Orbán Viktor. Tehát körülbelül ezt most nagyon leegyszerűsítem, de hogy ez a gondolat jött elő, tényleg a napokban olvastam ezt valahol. Az, hogyha valaki úgy dönt, hogy ebből kiszáll, vagy egyáltalán nem hajlandó állást foglalni, az már az is egy állásfoglalás. Ez egyébként igaz. És ez egyébként igaz. De, hogyha... De melyik része most... Ugye az állásfoglalás, persze. Aha. Állásfoglalás, ilyen az állásfoglalás. De akkor ez egy valid történet, ugye? Tehát, hogy ezt nyugodtan mondhat. Valid? Hát úgy értem, hogy ez egy érvényes és meghatározható. De én viszont teljesen érdektelen. Uh-huh. Igen, jó, és akkor mi van? Állásfoglalás, persze. Ugye a 89 előtti rendszerekben a párt mindent elkövetett annak érdekében, az emberek elkötelezettek legyenek. Egészen a 80-as évek végéig beléptettek egy csomó embert a pártba. Magyarországon is, vagy 800 ezer párttag volt. Ezekkel hittük, a kommunista lehetett mondjuk 50 ezer. Jó esetben. És akkor azt írt a nyugati sajtó, hogy itt az embereket elkötelezettségre és állásfoglalásra kényszerítik. Mindenki röhögött. Nem arra kényszerítették az embereket, hanem arra kényszerítették, hogy lépjen be a pártba, hogyha osztályvezető helyettes akar lenni. Vagy akár csak nyaralni. Na ne, azért túlhoztunk, azért nyaraltak emberek, nem voltak a pártok, ne. Jó, de ezzel a beutalóval azért jobban milyen járt. Milyen beutalóval? Hát a kéthetes normál szakszervezeti igen? Beutaló, ami járt a Balatonon. És ahhoz nem kellett pártadnak lenni? Jó, ez lehet, hogy igaz. Na hát akkor. Szóval tényleg ne legyünk igazságtalan. Elég rossz rendszer volt, nem szorul rá, hogy még meg is rágalmazzuk tényleg. És rossz volt az úgy, hogy volt. Na most, úgyhogy igen, van egy ilyen kényszer, meg nem tudom micsoda. Hát ez egy bonyolult dolog, mert hogy elvetni valamit egy olyan kontextusban, ahol mások is elvetik, szerintem nem érvényes megfontolások alapján, az egy bonyolult helyzet. Úgyhogy én például eléggé hallgatok ezekben a kérdésekben. Nem azért, mert nem volna véleményem, hanem azért, mert azt gondolom, hát ez politika és gyakorlati dolog, nem tudok semmi hasznosat mondani ebben, hát akkor befogom a számon. És megszólaltam egyszer, ugye magának végül is igaza van, tényleg egyszer megszólaltam, hogy az előválasztáskor, hogy kire ugye ne szavazunk. A második fordulóban nem megy el szavazni, mert nem senkire. Maradt baloldali jelölt. Ugye hát azt gondoltam, hogy volt, de hát az is tévedés. Ettől függetlenül az ismerőseim általában leszavaztak Márki-Zay Péterre. Úgyhogy úgy sem hallgat rám senki, úgyhogy teljesen mindegy. Jó, mert olyan, mintha Magyarországon már nem maradt volna más kérdés, tehát nem baloldal, meg jobb oldal, meg ki kére szavaz, hanem hogy Orbán Viktor, vagy nem Orbán Viktor. Én is beszélgetek emberekkel, szóba se szokott kerülni. Hogy ez a kérdés össz-vissza következő igen. Választásnál? Nem egyáltalán semmi, a választás sem szokott szóba kerülni. Mert hát Orbán Viktor nevét rég nem hallottam. Tényleg? Hát igen. Nagyon... Jó körökben. Hát jó, abban a rádióban, igen, persze. Mi olyanokkal vagyunk körülvéve, akitől hagy... Ez természetes, hát nyilvánvaló, hogyha én is több helyen járkálnék, akkor ahol mostanában előfordulok, ott nem szoktak ilyesmikről beszélni, vagy magánügyekről, vagy pedig hát szellemi, kulturális dolgokról, mit tudom, uh-huh. mikről, vagy mit tudom én. Vagy történeteket meséltek. És hát erről nincs nagyon mit beszélni. Mindent elmondtak már. Úgyhogy a helyzet tökéletesen reménytelen. De a jövő évi választásra gondol? Hát azt vagy beleértve. Uh-huh. Azt beleértve. Igen. Még valamiért még azt gondoltuk, amikor 2 éve ugye nekiindultunk ennek a világjárványnak, amiben vagyunk, hogy ezek az ilyen nagy globális tragédiák, mert azért ezt a világjárványt én azt hiszem nyugodtan nevezhetjük annak. Hát az. Hogy ezek összeszokták rántani a társadalmakat. Nekem legalábbis, hogy volt egy ilyen emlékképen, vagy nem is tudom, elképzelésem arról, hogy amikor így ki kell lábalni valamiből, ami mindenkinek rossz, az úgy összekovácsolja az embereket. Nem tudom, ezt még gondolja. Hát, erre nem nagyon vannak példák, de valahogy szeretném ezt hinni. Azt én is. Én is szeretném. De akkor erre semmi bizonyíték nincsen, hát hogyha végignézik a történet. Néha előfordulnak ilyen kisebb méretekben. Na most
Még az sem teljesen igaz, hogy nem volt ilyesmi. Azért van egy csomó dolog, például komolyabb mozgalmak indultak, aztán ezek persze elhervadtak, hogy a harmadik világ is kapjon vakcinát. Bizonyára tudják, hogy nem hajlandók lemondani a gyógyszervállalatok a szerzői jogról és a licencjogról. Igen. Afrikában például pont annyiba kerül a dolog, mint az Egyesült Államokban, ami hát nevetséges. Úgyhogy ott az emberek simán meg fognak halni, és jó napot. Úgyhogy, és egy rövid ideig volt egy mozgalom, és a WHO ugyanezt mondja, tehát volt mögötte valamiféle támogatás. És még most is mondta, hogy előbb adjuk be azoknak, igen, mint itt a harmadik oltást. Tehát, hogy itt igen, sokan vannak a részletek, harmadikra. Igen, igen. Szóval minden esetre szolidaritás igénye megfogalmazódott. Rég nem hallottam róla. De nem is nagyon látom, hogy ilyen tömegek kényszerítenék a gyógyszergyárakat. Voltak tüntetések. Amellett, hogy legyünk szolid, hogy legyenek szolidaritás. Hogy legyen ingyenes vakcina a szegény országban. Igen, voltak. De akkor ezek már így nem nagyon hallottunk róluk, vagy legalábbis. Ja, ez Magyarország. Ezek nem voltak óriási tüntetések. Egyébként, tehát ahogy vesszük, hogy ez mennyire hír, hát van, akinek hír, nekem igen, másnak nem annyira. És hát ugye, most gondoljon bele, hogy amikor az a német mentőhajó kimentette Lampedusánál a földközi tengerből a fuldokló menekülteket, akkor ugye bíróságra állították Rakete kapitányt, akit fölmentettek, és kvázi gratulált neki a bíróság, és hát, mit tudom én, megjelentek tízezrek, és ünnepelték. Hát ahogy lenni szokott, most egy másik ilyen lányt vádoltak be, fölmentették, és hát most is megjelent vagy 200 ember. Igen, nem tartanak ezek sem eddig. Hát ugye, hova lettek a klímatüntetések? Hát elvitte a járvány. Nem. A legnagyobb klímatüntetések már a járvány első szakaszában voltak. Pont ezt a három nagy problémát írja a múlt évre, ugye? A klímaválságot. Nem a múlt évre, hanem az elmúlt évtizedre. Aha, az klímaválság, igen, a járvány és a migráció. Igen. És itt már beszéltünk erről, hogy ez a járvány, ez azért is rettenetesen megrázó, mert ha az emberek azt nem gondolják, hogy ma meg kell tennem valamit, hogy holnap ne halljak meg, akkor a klímaválságnál hogy tennénk meg bármit ma azért, hogy 50 év múlva legyen valami? Tehát, hogy fölfogjuk-e ezeket a problémákat? Na most hát nyilván nem. A kérdés az persze, igaza van, nyilvánvaló. De a kérdés az, hogy miért? Ugye az atombomba ellen 30 évig tüntettek. Méghozzá óriási tüntetések voltak. Mondjuk be is fejezték mondjuk legalább az atomfegyver kísérleteket a légkörben. Oké. Hát ez mondjuk a követelések 10%-a. Jó, de valami kis eredményt elértek, és hát kész, azóta is tele van a világ nukleáris fegyverekkel, pont olyan veszélyesek, mint 70-es években. Érdekel valakit? Nem. De nem, tényleg évekig említés sem történik róluk. Na most valóban, tehát igaza van, ezek a dolgok elalusznak. És azért alusznak el, mert az emberek persze belefáradnak olyan gondokba, amelyeknek a megoldása láthatólag reménytelen. Hát persze, hogy belefáradnak. De ezt tényleg nem is lehet elvárni más tulajdonképpen. De miért van így? Hát azért egyszerűen azért nincsenek mozgalmak. Mozgalmak arra valók, hogy az ilyen követeléseknek az intézményi állandóságát, a szervezeti hagyományát fönntartsák. Ezért találták ki annak idején a politikai pártokat, a szakszervezeteket és más hasonló mozgalmakat, amikor szeretném hangsúlyozni, amik a civil társadalomnak a szervei. Egy politikai párt épp olyan civil szervezet, mint egy NGO. Azt, hogy Magyarországon civil szervezetnek nevezik az NGO-kat, és nem nevezik civil szervezetnek az egyházakat és a pártokat, ez azt mutatja, hogy elmondhatatlanul műveletlen a magyar sajtó. De mindegy, ezt tudjuk. De azért, ezért találták ki a civil társadalmat, hogy önkéntes összefogással intézményeket lehessen teremteni. Tehát nem az állam, nem a korona, nem az egyház teremti, hanem az állampolgárok. És ez úgy nagyjából
a 1980-as évekig, legalábbis Nyugat-Európában és Észak-Amerikában és hasonló helyeken, tehát viszonylag jó módú országokban, de másutt is. Ez egészen jól működött, természetesen volt egy óriási hagyománya a francia forradalom óta, meg olyan is van, ahol korábban, mint Hollandiában, Angliában. Na most ma az emberek a pártokat azt a pestissel egyértelműnek tartják, vagy rosszabbnak. Szakszervezeteknek nincsenek tagjaik. A olyan országban, mint Franciaország, amely a baloldal őshazája. Tudja, mekkora a szakszervezeti szervezettség? 5%. 5%. Pártok nincsenek. Francia baloldal megszűnt, teljes mértékben egyszerűen nem létezik. Nincs semmi. Egyetlen. Lider. Pedig még ott azért vannak sztrájkok, meg tüntetések. Nem azt mondtam, hogy csak sztrájkok és tüntetések, ezeket nagyon nagy mértékben a szélső jobb oldal szervezi egyébként. Ezeket a sztrájkokat és tüntetéseket. Na most, hát hogy mondjam, a hiátusz, hát hogyha van üres hely, akkor valaki betölt. Mint a vírusnál. És, igen. És, tehát mondom, tehát az a módszer, amelyet a modernség kitalált, a nem állami intézményteremtésre és hagyományteremtésre, az egy olyan 150 éves nagy karrier után megbukott, eltűnt, nyoma nincs. Olyan mozgalmak vannak, amelyek egy bizonyos cél érdekében, vagy egy személy körül összejönnek, és aztán átváltoznak, vagy nem tudom micsoda. A Fidesznek sincsenek tagjai. A Fidesz nem párt. Ez egy kis apparátus, amely szervezi a választásokat és egyebeket, és a szavazókból áll, ennek semmiféle beleszólásuk nincsen a párt munkájában, ha van egyáltalán munkája. De ebben nem áll egyedül a Fidesz, ilyen a legtöbb politikai párt egész Európában, kivételekkel. Nincsenek irányzatok, hallott valaki belső vitákról, magyar pártok kongresszusában, irányzatokról. Meg. Hát a 90-es évek közepéig még volt ilyesmi. De hova lett? Az emberek csalódtak benne, mint csalódtak az egészben, amit úgy hívnak helytelenül, hogy demokrácia. A képviseleti rendszer ugye az nem demokrácia, mert a demokrácia az a képviseleti rendszer ellenkezője. Ugye a demokráciában maga a nép uralkodik, és nem a képviselők, meg a megválasztott izék. Jó? De mindegy, szóval a képviseleti rendszerből, a képviseleti kormányzatból, representative government, ugye az emberek végképp kiábrándultak, és ugye hát a kormányzást, ugye, mint le is írom be az írom, átvették a nagy tőkés korporációk egy időre. De hát nem győzik, hát nincsen hozzá megfelelő kompetenciájuk. Uh-huh. Közben az állam meg ugye egyszerűen elszivárgott. Hát egy csomó nagy állam van a világon, amit nem kormányoznak. Ilyen Anglia. Anglia nincs kormánya 5 éve. Ez nem kormány, ami van, az egy vicc, egy rossz vicc, tragikus vicc. Az ember azt gondolná legalábbis, hogy az alaptermészetünk az olyan, hogyha valami ennyire nem működik, és csalódtam benne, akkor megpróbálunk létrehozni valami jobbat. Ennek nyoma nincsen a történelemben. Hát ez miért mondja? Ilyen nem nagyon szokott megint lenni. Megint szeretném hinni, hogy ez hát azt, ez nem úgy van. Ez azért, igen, ezért tényleg ez... Az, hogy közösen kitalálni valamit, ez egy szlogen. Többen nyilván megpróbálják. Nem, ezt nem lehet megpróbálni, ugyanis ilyen nem létezik. Egy a modernségben, de különben is egyetlen módszer szokott lenni, hogy teoretikusok egy kis csoportja kidolgoz terveket, és akkor ezek bekerülve a társadalomba, módosulva valamiféle politikába alakulnak. Ez így megy az ókortól. De most akkor ön azt mondja, és engem ez szomorít el rettentően, hogy az életünk gyakorlatilag egy ilyen végtelen sodródás a történésekkel, amiben beleszólásunk körülbelül nincsen, reméljünk arra, hogy... Történések? Milyen történések? Hát mi hétköznapi történésekre gondolok, de hogy a reménytelenségünk az ilyen mozdulatlanná dermeszt minket, és leéljük az életünket úgy, hogy csak így külső megfigyelői vagyunk annak, ami velünk történik. Igen. Jól látja. Nem lettem vidám. Ebből van valami kiút? Tehát ön hogy látja, hogy én semmiféle kiútot nem látok. Megy, és ami felé megyünk, vagy nem tudom, tehát tényleg van egy ilyen szétesettség, ennek azért valamikor valahogy mégiscsak rendbe kéne jönnie. Tehát van egy ilyen ritmusa is az egész világnak, nem? Hogy vannak szétesett korszakok, vannak rendezettebbek. De ezek időnként eltartanak 300-400 évig. Aha. Tehát mi ne reméljük. Ja, hát én biztos nem fogom látni semmilyen megoldást, maguk nálam fiatalabbak, és még lehet, hogy valami érdekes fejlemény bekövetkezik. Vannak meglepetések is a történelemben, kétségkívül előfordultak már. Bár az, hogy még a francia forradalom ki fog törni, azt ki nem tudta.
Azt mindenki tudta, hogy ha megnézzük a 18. század történelmet, 1720 körül mindenki tisztában volt vele, hogy jön a forradalom, minden valószínűség szerint Párizsban fog kitörni. És nagyjából ilyen formájú lesz. Ugye, mert a monarchiát és az egyházat nem lehet többé elviselni. És hát egyszerűen kész, hát az nem maradhat meg, kész. Nem is maradt. És úgyhogy én meg hát nem látom jeleit. Én látom azt, hogy rengeteg elégedetlen ember van, és ötletes ember van, és jópofa ember van, aki mindenféle szép és drámai és jó dolgokat gondol, meg mit tudom én, meg nagyszerű szatírák vannak, meg mindenféle, szóval, hogy az emberek nem hűltek meg tömegesen, természetesen. De az, hogy megoldás legyen, ahhoz például azt kéne, hogy megoldás kinek? Hát nincsenek már államok. Hát egyszer nincsenek már államok. Hát úgy értem, hogy vannak állampolgáraik, ahol az emberek elismerik a kötelezettségeiket, ahol van valamiféle tekintélye a közigazgatásnak, ahol nem azért engedelmeskednek az emberek a bírói ítéletnek, meg félnek, hogy elviszi őket a rendőr, hanem mert bíznak benne, hogy a bíróság igazságos ítéletet hoz. Hát, ugye? Ezek minimális föltételek lennének. És hogyha meg nem igaz, hogy az igazságosságnak van valamiféle kis árnyalata, hát akkor meg szét kell rombolni. Na de ahhoz kell az igazságosságnak egy új fogalma. Hol van? Sehol. Úgyhogy ez egy sötét korszak, és nagyon sajnálom magunkat, hogy belekeveredtünk. De közben egyre nagyobbak a különbségek, tehát onnan jöhetne egy ilyen az elégedetlenségből egy változtatási akarás, mert minden, őrült különbségek minden, vannak. Minden nagy forradalom a leggazdagabb országokban tört ki. Kivéve azokat a paraszt forradalmakat, amelyeknek a rombolási potenciálja óriási volt, tehát részben ide tartozik a nagy orosz és kínai forradalom is. Ezek alapvetően nem proletár forradalmak voltak, ahogy a vezetők gondolták, hanem paraszt forradalmak. És hát bizonyos értelemben ezek nem voltak sikertelenek, de mekkora árat fizetett a szerencsétlen orosz és kínai nép azért, hogy ezt a fejlődést elérje, hát szóval belegondolni is rettenetes. Na most egyébként, és hát azért még a francia forradalom sem volt egy vicc, ugye azért ott is szépen nyakasztak százával embereket, és így tovább, és így tovább, és a Cromwell sem volt egy barátságos fiú. Úgyhogy igen, lehetséges, hogy kiindul az elégedetlenségből valami. Hát én most egyre látom azt, hogy hol tört már ki az elégedetlenség. Ugye Franciaországban, ahol ugye mind a színesek, mind a francia munkásosztály, fehér munkásosztály lázadás állapotában van, részben egymás ellen, részben egymás mellett, nagyon komplikált, és ami ennek valamiféle formát nyújt, az a fasizmus. A ország élén áll egy ilyen bajgúnár, aki minden nap mást mond, és hát ezzel lehet, hogy valami sikert elér, de hát neki sincs az égvilágon semmiféle tekintélye. Senki nem veszi komolyan, senki nem hallgat rá, senki nem engedelmeskedik. Ott egy elég nagy probléma, hogy akár a másodgenerációs bevándorlók gyermeke is sem érzik azt, hogy helyük van. Hát hogy éreznék, ha ekkora rasszizmus van? Más országban ez nem így van. Sehol nem problémátlan, de hát azért mégis másképp néznek ki a dolgok. És meg változók is. De hát mondom, ez nem a primér konfliktus. A primér konfliktus az a teljes szétesés, és az establishment, és az állam gyűlölete. Nem csak az arab gyerekek gyűlölik az államot, hanem az összes proli gyerekek is gyűlölik az államot. Ott aztán erőszak. Másodosztályú foci meccseken is ölnek. Szóval a legkisebb alkalom gyilkolásra embereket eltaposnak, szétrúgnak. Elmondhatatlan gyűlölködés, durvaság, vérszomj.
uralkodik, kétségbe esett. Ezek 18-22 éves gyerekek. De hogyha Magyarországra visszatérünk, ugye nagyon sokan azt várják, hogy itt majd minden meg fog változni, hogyha országminiszterelnöke nem Orbán Viktor lesz, hanem majd valaki más. De azok alapján, amiket ugye most beszéltünk, ez voltak éppen a társadalom szempontjából teljesen lényegtelen, hogy ki van az élet. Nem egészen lényegtelen, nyilvánvaló, hogy legjobb esetben egy kis termékeny zűrzavar erre a sor kerülhet azáltal, hogy ilyen erős vezető távozik. És hát abból esetleg, hogyha a magyarok ötletesek, abból még lehet is valamit csinálni. Uh-huh. Éppenséggel. De ez nagyon sok szerencse kellene. Hát nem mert bízni, de reménykedni lehet, de szóval minden esetre én nem látom azokat a figurákat, meg azokat a gondolatokat, amelyek. De ha véletlenül mégis itt nem Orbán Viktor lesz a miniszterelnök 2022-től. Igen. Akkor ön szerint milyen vált, vagy mik fognak itt történni egyáltalán a társadalomban? Tehát lehet-e úgy kormányozni, hogy Orbán Viktor elég erősen kiépítette már azt a hatalmát, ami akkor se változik, hogyha ő éppen nézze, nem ül a tetején? 90-ben ez még aggasztóbb volt. Sokkal nagyobb informális hatalma volt a régi pártstruktúráknak, mint Orbán Viktornak. Még annál is nagyobb. Bár ezt nem nézném le, ez óriási. És hol van az már? Hol van az már? Elvitte az ördög réges-régen. Úgyhogy ezt is elviszi majd, hogyha hosszabban nem lesz kormánya. Függetlenül az összes beépített rendszerétől. Mert azért akkor volt akkor világban is volt. Egy változás, szóval akkor... Persze, többek között például pontosan a nyugat annyira félt a zűrzavartól, hogy létrehozta ezeket a kompromisszumokat, hogy a privatizációban részt vehessenek a régi káderek, és a régi... Részt is vettek. A legtöbbjükből nem lett semmi egyébként. A némelyikük sikeres volt, de az kivétel. Úgyhogy kinyerte meg ezt a dolgot. Hát semmi nyugati tőket. Nem a Komcsik, nem a Nemzeti, nem tudom micsoda, hanem a külföld, illetve a nagy semmi, mert egyszerűen tönkre ment a gazdaság fele, és ezt kidobták a szemétbe az egészet. Mindegy, az egész nem úgy történt, ahogy tervezték. És az, hogy itt mi fog történni, azt én nem tudom. Az látszik, hogy itt némelyek Orbán nélküli orbánizmus terveznek. Engem ez, a részletei ennek engem abszolút nem érdekelne. Sem. Reménytelenségen tud oldani valamit az például, hogyha azt nézzük, hogy milyen rengeteg fiatal kezdett újra például politikával foglalkozni, például az előválasztás kapcsán, ugye azt lehetett látni, hogy már olyanok is mentek az előválasztásra, akik majd csak 2022-ben fognak tudni szavazni. Hát eddig egyáltalán nem hallottuk azt, hogy a fiatalok foglalkoznának a politikában, most néhány százalékkal többen, mint korábban. Hát nem foglalkozik a politika. A politika ilyen szó nincsen. Jó, tehát a politikusok nem foglalkoznak, és nekem az volt a legnagyobb félelmem, hogy ezeket a fiatalokat elvesztik, akik akkor elmentek az előválasztásra. Tehát sose voltak az övéik. Azok a politikusok ellenére elmentek, és szavaztak valakire, aki ismeretlen. Mert nem akarták a régi arcokat látni már. És a gyerekek, hát akkor egy hétig aktívak voltak. Hol vannak? Hát akkor lehet, hogy majd előjönnek 2022-ben ugyanúgy. Ha csak addig nem csinál ellenzék. Ez megint egy illúzió szerintem. Én politikában is elég tapasztalt vagyok. Az, hogy egy populáció visszavonul a politikától, és aztán előjön, én még ilyet nem láttam. Lehetséges, hogy van, lehetséges, hogy a történelem gazdag anyagában ilyesmi is előfordul, de én még ilyet nem láttam. Hát lehet, hogy a politika annyira nem fontos, de az a pillanat, ezt nem mondtam, amikor hogy nem fontos. Nekik, de az a pillanat, amikor mégiscsak úgy érzik, hogy dönthetnek, lehet, hogy az annyira fontos. De miért nekik gondolja, hogy a politika a választásokkal azonos? Jelenleg nálunk most 2022-ben azzal lesz azonos. Tehát, hogy annyira nem választásokkal semmit nem lehet megváltoztatni. És én pedig mi azt halljuk, hogy ott lehet leginkább. Tehát az nem igaz. És ez csak az a baj, hogy ez nem igaz. És voltak helyzetek régen, amikor ennek óriási jelentősége volt, de hát nézzem, mondok egy egyszerű példát. Jó, hogy mindenki lássa, hogy miről van szó. 1867-ben megvolt a kiegyezés a pragmatika szankció alapján,
amelyet, mint tudjuk, Deák Ferenc hozott össze. És megalakult az új parlament, ami ő egyszerű képviselő volt, csak nem fogadott el kormánytisztséget. Felajánlották a miniszterelnökséget is, meg mindent, nem fogadták. És nem olyan sokára, nem emlékszem pontosan mikor, volt egy vita és egy szavazás az országgyűlésben, ami arról szólt, hogy mi legyen az újvidéki szerb gimnáziummal. Ugyanis Újvidék az korábban a testőrvidékhez tartozott, tehát közvetlen osztrák katonai alárendeltségben volt, csak nemrég csatolták Magyarországhoz. Tehát állami intézményeket újra kellett ott rendezni. És akkor azt javasolta valaki a parlamentben, hogy vonják meg a pénzt a szerb gimnáziumtól, csak magyar nyelvű gimnáziumokat támogassa az állam költségvetésből. És akkor Deák Ferenc kiment a lemelvényre, és azt mondta, hogy az újvidéki és testőrvidéki szerbek pont olyan állampolgárai a hazának, mint a magyarok, és hogyha vannak magyar gimnáziumok, akkor jelenleg szerb gimnáziumok, annak az égvilágon semmiféle jogi és méltányossági alapja nincsen, úgyhogy tessék csak támogatni állami alapokkal, ahogy eddig is az újvidéki szerb gimnáziumot. Úgy leszavazták, mint a sic az a bölcsét. Aztán kiment, és nem nagyon jött vissza többet. Ennyit a nagy politikai változásokról. Úgy kellene valahogy befejeznünk ezt a műsort, bocsánat, csak hogy közben nagyon lejár az időnk, hogy azért a hallgatók ne érezzék azt, vagy hogy igenis érezzék, hogy nyugodtan minden elveszett. Hát legfőbb ideje, hogy egy kicsit gondolkozzanak ezen a lehetőségen is elgondolod, mert nem valóban nem szokás. De hát és hogyha nem a választáson változtatunk, akkor hol? És hát hogy? Például nem tartok autentikusnak olyan választásokat, amelyek mögött nincsenek programok által irányított jelentős mozgalmak, pártok. Tehát az, hogy van egy 200 fős csoport, amely például, mint a Momentum, a belső működéséről a legcsekélyebb hírt nem engedi ki. Példátlan. És értelmetlen. És akkor azt mondja a dolgozóknak, hogy kövessetek. Hát ez még a legnaívabb ilyen kelet-európai demokratikus szemmel nézve is nevetséges. Hát miféle demokratikus politika ez? Amikor ez pontosan megismétli az eddigi trendet, folytatja pontosan, bocsánat, nem megismétli, hanem folytatja az eddigi trendet, megszűnik a politikai részvétel, még a pártokban is, maradnak ezek a kis. Hát kikből lesznek jelöltek? Hát alpolgármesterekből. Ugye kik a pártvezetőségi tagok? Az önkormányzati képviselők? Hát ez semmi, ezek hivatalnok pártocskák, és ilyen értelemben az égvilágon semmi közük nincs egy népi mozgalomhoz, és a legtöbbjüknek se eszméje, se gondolata, se terve, hát amit időnként átvesznek valami tanácsadó csoporttól, az nem számít. El se olvassák, meg se értik. Semmi jelentőség. És őszinte részvétem mindazoknak a kollégáknak, akik szorgosan dolgoznak a különféle pártok, meg az összefogás különféle programpontjain, amelyet senki nem fog elolvasni. Beleértve a politikusokat is. Na, úgyhogy ezért nem. Hát a választás, ez is kérdés, hogy milyen választásról van szó. Hát milyen népi részvétel ez, amelyben az egész országban körülbelül 2-3 ezer ember dönti el a dolgokat. Hát mert akkor ezek szerint a 10 millió embernek ez valamiért jó. Mert nem hiszem, mert utálják, lenézik, megvetik, gyűlölik, hánynak tőle. Oké, de akkor be a mozgalomba, vagy mit kellene csinálni? Úgyhogy be a mozgalomba nincs. Akkor csináljunk mozgalmat. Tehát, hogy... Azt nem lehet csinálni. Olyan akkor... még sose volt szintén. Jó, hát akkor nézze, ugye, mi legyen? Miért írt Marx és Engels kommunista kiáltványt? Mert volt egy létező mozgalom, amely fölkérte őket. Nem ők csináltak mozgalmat. És ez megvolt. És azt írták, amit kértek tőlük. Na jó, de holnapra nem lesz itt mozgalom. Tehát hogy valahogy ez, hogy szokott elindulni egy mozgalom? Mit kellene? A legkülönfélebb, történelmi tipológiája, a legkülönfélebb dolgok. Volt, hát ez attól is függ, hogy milyen az állam szerkezete, Magyarországon ez nagyon centralizált, ami megnehezíti a dolgokat.
ugye Svájcban nagyon könnyű mozgalmat szervezni, ahol folyton egyrészt vannak kantonok, másrészt ugye szövetségi államok, és folytonos népszavazások, tehát ott egyfolytában lehet bizonyos ügyek mellett mozgalmakat szervezni, maguktól is megszerveződnek, és ott egy évszázados gyakorlat van. Ugye, és hát ezek meg a kockázatai, mert a nép időnként elég bizarr módon dönt, de hát Istenem. De hát ez egy kivétel. Úgyhogy, és hát ugye az is lehet, hogy jelen pillanatban ezzel nem is nagyon kéne kísérletezni, mert veszélyes. Szóval megnézi az amerikai republikánus pártot, amelyből egy fundamentalista szekta lett, méghozzá egy életveszélyes fundamentalista szekta, hát szóval bármi megtörténhet, és de láthatólag senkinek nem foglalkoztatja az elméjét, hogy hogyan lehetne a népi részvételt, a beleszólást, az autonómiát, a belső szabadságot, a jó közigazgatást, a jó bíráskodást, a gondoskodást az emberekről, a technika fejlesztését, ami elkerülhetetlen egy modern államban, hogyan lehetne megcsinálni. Oly mértékben csak ez a szitkozódás megy, amit én már nem bírok olvasni, szóval ezt nem lehet elviselni többé. Úgyhogy tényleg parlamenti ülésen azt mondják az emberek egymásnak, hogy tolvaj, aljas, gyáva, hazaáruló parlamentben. Na mindegy. Úgyhogy jelen pillanatban nem állnak fönn ezek a lehetőségek. De elvileg ezek a lehetőségek vannak. Hogy valahol valaki még akarja őket használni, azt én nem tudom. Legyen biztos. Ez a végszó, drukkoljunk, hogy legyen így, mert ez a reménytelenség azért egy annyira ijesztő dolog. Nem, a dolgok meg szoktak oldódni. Most hiába hangzik ez ilyen hülyén, pontosan tudom, hogy mit mondaná erre, hogyha lenne még időnk, de mégiscsak meg szoktak oldódni, és valahogy valami felé menni szoktak, és elindulnak. Köszönjük Jó, szépen. Hogy a kedves hallgatók nem látják Tamás Gáspár Miklós pillantását. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm én is. Tamás Gáspár Miklós filozófussal beszélgettünk. Köszönjük szépen az egész éves figyelmüket, boldog új évet kívánunk. Jövőre január 1. csütörtökén ismét találkozunk. Ennyi volt már a bonyolult dolgok. A www.klubradio.hu oldalon ezt a műsort, hogy az összes többit meg tudják hallgatni, illetve keressenek minket a különböző podcast felületeken. Elköszön a két műsorvezető. Korpás Krisztina. És Bálint Judit. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Bonyolult dolgokról hallottak ma is. Jövő héten csütörtökön este 7-kor folytatjuk.